Na hát a végén azért ünnepeltétek ezt a 2-2-t, de lehetett volna ugye 2-0 is a fél időben, meg hát vezetetek is sokáig. Hogyan értékeled ezt az egy pontot? Igen, az a szenárió lett volna az, amiben tudunk nyerni, hogyha megadják ott az első fél idő végén azt a gólt, és akkor 2-0-ra tudunk szünetre menni. Akkor azt mondom, hogy ez egy olyan előny, hogyha beállunk védekezni, még ha esetleg kapunk is egy gólt, akkor egy kontratámadásban mi is rá tudunk rúgni egyet, vagy esetleg kihúzzuk 2-0 vagy 2-1-el. Én azt gondolom, összességében igazságos a döntetlen. Most pont néztük a meccs végén a statisztikát, azért a Fradinak jelentős lövés fölénye volt a meccsen. Voltak azért minőségi helyzeteink. Nekik is, én azt gondolom, hogy nekünk is volt egy pár, nekik inkább több. Én azt gondolom, hogy összességében ez egy küzdős hajtós jó mérkőzés volt, ahol mind a két fél megérdemelten egy-egy ponttal távozik. Mennyire készültetek arra, hogy Liszt és Krisztián ezen a mérkőzésen játszani fog? Hát készülünk mindig mindenkire, de őszintén szóval nem ő volt a favorit azért, akire azt gondoltuk, hogy ő majd őt ilyen sorsdöntő szerepet fog vállalni. Örülünk neki, hogy még egy magyar fiatal jó szerepe az NBA-ben. Hogy éreztétek, miután az ő góljaival megfordította a Fradi a mérkőzést, hogy mennyire van benne az, hogy ti ebben a meccsben még visszajöttök, és hát vissza is jöttetek? Én azt éreztem, hogy benne van, nyilván akkor stílus kellett váltanunk, addig azért próbáltunk egy viszonylag mélyebb, vagy egy ilyen középzónában meghúzott védekezést alkalmazni. Nyilván, mikor már az eredmény nem a mi javunkat favorizálta, akkor kénytelenek voltunk egy kicsit váltani, és akkor följebb mentünk high pressingbe, aminek végül meglett az eredménye. És akkor én azt gondolom, hogy a végén azért Fradi még vezetett azért néhány veszélyes támadást, de összességében azt gondolom, hogy még egyszer mondom, hogy szerintem igazságos az X. Ezen a pontszerzéssel felfelé mentek most majd a tabellán, és úgy is értem, hogy felfelé mentek majd a játékban az elkövetkezendő mérkőzéseken, hiszen hogy most volt válogatott szünet, volt egy kis időtök az új edzővel dolgozni ezen a csapaton. Igen, jól jött az, hogy volt egy 2-2 és félhetünk dolgozni az új edzővel. Neki sem könnyű ilyenkor, nyilván meg kell ismerni a csapatot, hogy kinek mi az erőssége, mi a legjobb formációban szeretnénk játszani. Az azonnal látszott, hogy a védekezést azt szeretné megszervezni. Én azt gondolom, hogy a Honvéd elleni kapott gól nélkül mérkőzés az annak az eredménye. Nyilván a Fradinál az idejönni és lehozni kapott gól nélkül, főleg úgy, hogy nekünk azért végén ki kellett nyílni. Nem könnyű, de én összességében azt gondolom, hogy ez a két meccs az nagyon pozitív az új edzővel. Jövő héten az Újpestet fogadjátok, ugye ők nagy meccsen nyertek Csobot Kevin triplájával az ETE ellen. Hogy lehet az esélyeket otthon? Igen, Kevin jó formában van, nyilván rá is készülni kell, de hát még van ott egy pár veszélyes játékos, sajnálatos sérülése a Croazénak, ő is az egyik legveszélyesebb játékos. Nyilván nekünk ez valamilyen szinten jól jön, de nem ilyen áron akarunk is előnyhöz jutni, mielőbbi fellépést kívánunk neki. Nem tudom, mennyire súlyos végés a sérülése. Én azt gondolom, hogy az is egy ilyen küzdős hajtós mérkőzés lesz. Ott is azt gondolom, hogy a tét azért rá fogja nyomni a bélyegét a meccsre. Otthon leszünk, azért nekünk kell dominálni. Én azt gondolom, hogy fogunk is dominálni. Bízom benne, hogy egy magabiztos győzelem lesz otthon.